A karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda is csatlakozott a Magyar Diáksport Napja európai kezdeményezéséhez. Földváriné Simon Ilona igazgató elmondta, ezen a napon az alsósok az iskola udvaron versenyeztek. Külön volt az első és második, és a harmadik, negyedik osztályosok versenye, ahol a csapatok szülőkkel kiegészítve játékos versenyeken vettek részt. Hagyomány az iskolánkban, hogy ehhez az országos, sőt mondhatom, hogy európai programhoz kapcsolódunk, és úgy szerveztük meg, hogy 14 órától az első-második évfolyam, és 15 órától a harmadik és negyedik évfolyam, illetve a felsősök pedig kint vannak a református templomkertben, és a programnak az a neve, hogy Fut az Alma, illetve itt a sportudvaron pedig egy családi sport délutánt rendeztünk, és tulajdonképpen a tanítók csapatokat állítottak föl, 10 fős csapatokat, és a csapatokban a szülők is szerepelnek, és váltó verseny segítségével történik a pontszerzés és a hajrá. Örömmel jelentkeztek, igen nehéz volt a választás az osztályfőnököknek, illetve szülők is jelentkeztek szép számban. Szeretném nekik ezúton is megköszönni, hogy minden programunknak aktív részesei. Nagyon örülünk, hogy tulajdonképpen elfogadható az időjárás, és itt vagyunk a szabadban, együtt vagyunk, sportolunk, egy egészséges életmód, és azt gondolom, hogy ennek folytatása fog majd következni. Amíg a sorverseny zajlott, addig a felső tagozatos diákok a templomkertben egyéni feladatokban versenyeztek. Az iskolában azonban nem csak ez az egy nap szól a sportról, hiszen több szakkör is van, melyeken a diákok mozoghatnak. Több refis diák ért el az elmúlt tanévben is csapatban és egyéniben szép helyezést városi megyei versenyen. A tanítónénik délután a napközis nevelők és a felsős testnevelők is nagyon sok játékos szabadtéri sportprogramokat szerveznek, mindig ötletelnek, mindig előállnak valami új lehetőséggel, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon örülünk. A gyerekek nagyon várják, mindig kérdezik, és a szülők is elfogadják ezt a lehetőséget, mert tényleg a mozgás az egészség. Mi a legnépszerűbb most az iskolában a sportot tekintve? Hol vannak a legtöbben? Tulajdonképpen szeretik az atlétikát, szeretik a fiú focit, a lány focit. Benne van az iskolánk, és benne van az óvodánk is most már az országos Bozsik programban. Tehát szeretném itt is elmondani, hogy az óvodában bevezettük a úgynevezett buborék programot, és a úszásra jelentkező nagycsoportos gyerekeket kétfele szedtük. Van teknőc csoport, van egy másik kis csoportunk, és egyik héten az egyik, a másik héten pedig a másik csoport megy majd úszni, tehát tulajdonképpen az úszás is a sportnak nagyon fontos része, és szeretnénk, hogyha majd a gyerekek a városi szakosztályhoz is csatlakoznának.